Új biztonságos vendégmólókkal gazdagodott a Velencei tó. A beruházás már régi kérés volt a térségben élőktől és az ide látogató horgászok, turisták részéről. Azért volt szükség rá, mert a partfal beruházás, ami megvalósult itt 14 milliárd forint összértékben, az elmondotta a régi csúnya és életveszélyes mólórendszert, de abban a kivitelezésben nem került sor új mólók megépítésére, és hatalmas igény van itt arra az itteni emberek, az ideérkezők és a horgászok részéről, hogy lehessen hova kikötni a csónakokat, vízi eszközöket. A fejlesztésnek köszönhetően 1500 folyóméternyi vendégmóló készült el a gárdonyi határárki kikötőben. Ez kifejezetten nemzeti forrás volt, hiszen annak a programnak a keretében, ami a partfal és környezetvédelmi beruházásokat jelentett 14 milliárd forint értékben, abban ez a típusú beruházási elemek nem fértek bele, és így külön kormánydöntés a Pannonia Szíve program keretében 506 millió forintból nagyságrendben 1500 folyóméternyi vendégmóló jött létre. Tesszeri Zoltán elmondta, a fejlesztések ezzel nem álltak meg, az új mólók átadását követően ugyanis a közforgalmú hajóállomások korszerűsítésére vonatkozó tervezetet írták alá a kivitelező Roneco Kft.-vel közösen. Emellett a Velencei tópartjára tervezik újabb illemhelyek és parkolók kialakítását is a jövőben.